Találkoztatok-e már olyan igénnyel, hogy valaki szeretne egy fát ültetni? Mondjuk például, milyen alkalomra szoktak fát ültetni? Hát halál esetre igen, igen. Születés. Itt az iskolában vannak ilyen fák, én emlékszem? Igen. Igen, és még? Házasság. Házasság, igen, vagy gyermekszületése. Na, milyen fák nem alkalmasak erre a feladatra, amit gondoltam? A török magyar alkotmány. Arra kell gondolni például, hogyha születik egy gyermek, és ültetünk egy olyan fát, ami mondjuk nagyon rövid ideig él, akkor ugye nagyon kellemetlen, hogy ugye amikor a gyerek leérettségizik, vagy átvesz a diplomát, és a fa az már éppen akkor kezd el elpusztulni, jó? Na, tehát, hogy akkor visszatérjünk a török magyarul. Igen, a török magyarul alkalmas arra, hogy ilyen, hogy gyermek születésénél elültessünk, és én már sok ilyennel találkoztam.